Sziasztok! A mai témánk az lesz, hogy hogyan tegyél különbséget az ego hangja, vagy a felsőbb én hangja között. Tehát az ego hangja, az mindig amilyen nagyon erőteljesen szól a fejünkben. Ami tudjuk, hogy nem jó nekünk, nem kéne ráhallgatnunk. Az ego hangja más néven az ördög hangja, ha bibliai kifejezésekkel élünk, vagy máshogy mondhatjuk úgy is, hogy ez a túlélő agyunk, a hüllő agyunk hangja, ami csak arra fókuszál, hogy mi, azaz én túléljek, és semmi más nem érdekli. A másik hang pedig a fejünkben a felsőbb én hangja, Isten hangja, univerzum hangja, vagy a szupertudat hangja. És az lenne a célunk, hogy minél többet tudjunk erre hallgatni, ezt meghallani, és ennek megfelelően élni, és hátrahagyni az egónkat. Ezzel a felsőbb én hangjával úgymond, amit olyan nehezen hallunk meg, ezzel van egy közvetítő köztünk. Tehát ez az, amit hívhatunk inspirációnak is, vagy bibliai kifejezéssel ez a Szentlélek, aki a köztünk lévő kommunikációt áthidalja. Tehát odafelé a kommunikáció a tudatalattinkon keresztül megy. Tehát én úgy kommunikálok az univerzummal, ami a tudatalattimban van, az fog ugye megvalósulni, azt fogom megteremteni. Visszafele pedig az intuíció a Szentlélek hangján keresztül, tehát ezen a csatornán keresztül halljuk Isten, univerzum vagy a felsőbb énünk hangját. Az ego hangja az mindig erőszakos, erőteljes, tele van félelemmel, erős érzésekkel, és ezek lehetnek nagyon erős pozitív, nagyon erős negatív érzések is, de ezzel szemben az intuíciónk hangja, a Szentlélek hangja, tehát ez a felsőbb hang, ez mindig nyugodt, csendes, türelmes. Tehát úgy tudod elképzelni, hogyha két hangot hallasz éppen a fejedben, az egyik olyan, mint egy toporzékoló kisgyerek, aki akar valamit most. A másik pedig a szülő, aki nyugodt, ideális esetben, tehát nem mindannyiunk, akik a stresszes életben vagyunk szülők, de egy ideális esetben a szülő, aki nyugodt, türelmes, támogató, semleges érzései vannak. Vegyünk egy olyan szituációt, amikor a gyerekünk szeretne este 10-ig fent lenni, mondjuk 5 évesen, mert ő úgy gondolja, hogy neki ez a jó, ezt akarja most. Tehát ő szeretne este 10-kor még filmet nézni, mondjuk meg akkor enni csokit, és az jó szülő erre azt mondja, hogy nem. Teljesen nyugodtan azt mondja, most alvás van. 7 óra van, vagy 8 óra van, eljött az alvásidő, nem maradhatsz fenn tovább, el kell menned aludni. A gyerek toporzékolni fog, hisztériázni fog, mert ő azt gondolja, hogy az a legjobb neki abban a pillanatban, miközben mi szülők tudnunk kell azt, hogy hosszú távon mi a jó nekünk. És ez egy nagyon fontos ismertetőjele ennek a két hangnak. Az ego a mostra fókuszál, hogy most nekem mi a jó, a felsőbbén hangja pedig arra fókuszál, hogy a jövőben mi lesz nekem jó. Tehát hosszú távon hova vezet az engem, amit most fogok tenni. Végtelen egyszerű példa, ha itt és most bezabálom a csoki tortát, az nekem nagyon jó lesz, itt és most, abban a pillanatban, amíg eszem, majd utána rosszul leszek tőle. Ellenben a felsőbb énem tudja, hogy ez a pillanatnyi élvezet egy pillanat alatt elindul, és utána mi jön, és azt kéri tőled, hogy ne. Ne edd meg a csoki tortát, hiszen az a célod, hogy lefogyjál, egészségesebb legyél, edzél, tök mindegy, és tudja, hogy a hosszú távú siker az, amit szeretnél. Ami nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy míg a gondolatok egyértelműek, tehát pozitív gondolatú az egyik, a másiknak pedig negatív gondolatai vannak, addig érzések terén ez lehet fordítva. Például az ego hangja mögött, bár félelem van, sokszor hogy ezt a komfortos, biztonságosnak tűnő hamis képet állítja, ezt ajánlja, tehát attól érzed magad jól abban a pillanatban,
hogy megmaradtál a komfortzónádban. Tehát megettem azt a csoki tortát, megnéztem a Netflix sorozatot, ahelyett, hogy meditáltam volna, vagy elmentem volna edzeni, körgettem a telefonomat, ez nekem nagyon jól esett, miközben lehet, hogy olvashattam volna, vagy bármi más önfejlesztő feladatot végezhettem volna. Tehát ez az, ami biztonságos, komfortos, de a lelkünk nem erre vágyik. Tehát amikor betoltam azt a két szelet tortát, akkor nagyon jó a testemnek egy pár percig, majd utána a testem is rájön, hogy nem jó neki, de a lelkem belül sír, hogy nem ezt akarom, nem akarom ezt csinálni, és tudjuk jól, hogy akár cukorról van szó, akár közösségi médiáról, akár Netflixről, ezek mind úgy vannak kitalálva, hogy függőséget okozzanak. És ezek okoznak is, tehát rá vagyunk ezekre függve. És óriási erőfeszítés kell ahhoz, hogy az ember ezt a függőséget, ami az emberben megvan, ezt átpakoljuk egy másik, egy pozitívabb irányba. Tehát, hogy legyek a futásnak függője, legyek az önfejlesztésnek függője, a meditációnak függője, az olvasásnak függője, azok helyett, a dolgok helyett, amit a társadalom, a politikusok akár nyomnak le a torkukon, hogy ezt csináld, mert addig nem gondolkodsz. Nézd a híradót, nézd a sorozatokat, nézd a Facebookot, a TikTokot, mert addig nem gondolkodsz, és addig nem jössz rá, hogy milyen hatalmad van. Az intuíció hangja ellenben sokszor generálhat félelmet, büszkeséget, felsőbbrendűséget akár. Tehát gondoljunk bele, hogy amikor az egónak, ennek az emberi tudatunknak azt mondjuk, hogy én egy vagyok Istennel, az ego azt fogja mondani, hogy ki vagy te? Mit képzelsz magadról? Ki vagy te, hogy azt gondolod, hogy hatalmad van, hogy te Isten vagy? Főleg ugye a katolikus vagy más vallási közegben felnőtt embereknek ez iszonyú bűntudatot ébreszthet ez a gondolat, hogy nekem hatalmam van. Vagy pedig megijed az ego. Tehát ha mondjuk olyan gondolatod van, hogy szeretnél egy saját bizniszt elindítani, vagy kilépni a rossz kapcsolatodból, vagy színpadra állni, ebben az esetben félelem fog feljönni benned az intuíciót hangjára, hiszen az ego foggal körömmel küzdeni fog az ellen, hogy megkapd, amire vágysz. De a félelem másik oldalán van a vágyad. Tehát az egónak az a funkciója, hogy minket lent tartson. Félelemben, szeparációban, túlélésben tartson. Miközben a természetes állapotunk az egység, a szeretet, a béke, az öröm lenne. Például egy párkapcsolati vitában, vagy vita után az intuíciód esetleg azt mondja, hogy fogadd el a másikat, értsd meg őt, legyél együttérző, bocsáss meg, szerest. Az ego azonnal fel fog lázadni, és üvöltve tiltakozni fog, hogy de hát neked van igazad. Ne engedd, hogy lábtörlőnek használjanak. És ez csak az ego, az emberi, az alacsony emberi elme szemszögéből létezik ez a gondolat egyáltalán. A felső bénünk, Isten, univerzum szemszögéből nincs bűn, nincs bűnös. Nincs támadás, csak segítségkérés, szeretetre való felhívás, csak egység. Ez a gondolat egyébként a Csodák tanításából van, ami azt mondja ki, hogy minden egyes emberi gonoszság, támadás, háborúk, veszekedések, mindegyik mögött segítségre való felkérés van, szeretetre való felkérés. Azért támadunk, mert egyedül vagyunk, mert félünk, mert nem vagyunk szeretve. Ha így tudsz tekinteni az embertársaidra, akik támadnak téged, akkor megszűnik minden ellenséged. Mindig ez alapján dönts, hogy az ego vagy Isten hangjának adsz teret, hatalmat. Minden helyzetben, mindegyikben meg tudod magadtól kérdezni, csak ébernek kell lenni, csak figyelni kell, hogy mit tenne Isten,
mit tenne Jézus? Angolul van ez a what would Jesus do? Kifejezés, amit rövidítenek is, WWJD-vel, és ezt nagyon sokan hordják akár gyűrűn, nyakláncban, telefontokon, vagy autóra ragasztató matricán, és ezt én is szoktam használni, ezt a kifejezést. Tehát, what would Jesus do? Mit tenne Jézus ebben a szituációban? A tökéletes ember, aki felülkerekedett az emberi mi voltán. Mit tenne? De, ha nem vagy komfortos a bibliai kifejezésekkel, akkor mit várna el tőlem az univerzum ebben a helyzetben? Hogy döntene a felsőbb énem ebben a helyzetben? És ezt mindig tudod használni, amikor olyan szituációban vagy, hogy érzed, hogy az egód támadásra reagálna, vagy támadna. Például egy vita után, közben, hogy döntene, cselekedne a felsőbb énem? Megbocsájtana? Megérteni a másikat? Arra törekedne, hogy megbékéljünk, hogy mindenkinek jó legyen? Vagy arra törekedne a felsőbb énem, hogy nekem van igazam? Ugye? Tehát mit akarok elengedni? El akarom engedni azt, hogy nekem van igazam, azért cserébe, hogy béke, nyugalom és szeretet legyen a szívemben, vagy ragaszkodok ahhoz, hogy nekem van igazam, engem bántottak, engem sérelemért, és lemondok a békéről, a szeretetről, örömről a szívemben. Az én döntésem. Tudjuk jól, hogy mi az a helyes döntés, tehát hogy a felsőbb énünk hogy döntene. A szeretetet, az egységet választaná, nem pedig a széthúzást, az egyéni érdekeket, és hogy azt, hogy kinek van igaza. Igaz? Hisz ez az egónak a nézőpontja. Hogy kinek van igaza, ez az egyik legfontosabb ellenségünk, legmérgezőbb gondolatunk. Kinek van igaza? Miközben egy az igazság. Isten. Azaz a szeretet, az öröm és az egység. Ennyi az igazság a világban. Minden más csak az ego illúziója. Minden más. Tehát lásd embertársaidat ennek a fényében, és a világod gyökeresen megváltozik, meglátod. Mindenki, akit ellenségnek tekintesz, valójában a testvéred, akivel együtt kell visszajutnod Istenhez, a forráshoz, univerzumhoz, és ez csak együtt lehetséges, hiszen egy egész töredezett részei vagyunk, emberi testbe zárva, és a kulcs az egónál van. Vissza kell szereznünk ezt a kulcsot. Vagy még jobb, amikor rájössz, hogy úgymond nem vagy szilárd, frekvencia vagy, akkor rájössz, hogy ebből a testből ki tudsz törni. Ugye a transzcendentális meditáció például erre tanít. Vagy Neville Goddard tanításai, aki azt mondja, hogy rengetegszer meditációban máshol járt, másokkal beszélt. Ez az emberi test, amiben az ego bezárt minket, sem több, mint illúzió. Tehát a te kezedben van a döntés, hogy megpróbálsz-e kiszabadulni ebből. Felszokott még merülni manifestációval kapcsolatban is, hogy amikor inspirált cselekvésre kerül a sor, tehát oké, vizualizáltam, használtam a megerősítéseket, hogyan tovább cselekednem kell. Tehát el kell mennem arra az állásinterjúra, el kell mennem, és beszélnem kell azzal a férfival vagy nővel, akivel szeretnék összejönni, vagy el kell mennem, és megjátszani a lottót, ha azt manifestálod. Tehát rengetegféle cselekvés van, amire szükségünk van ahhoz, hogy manifestálodjon, amit szeretnénk. És honnan tudhatod azt, hogy ez inspirált cselekvése, vagy az ego késztetése? Nagyon egyszerű a válasz erre egyébként. A félelemből történő cselekvés az, ami az ego késztetése, a másik pedig a biztos tudásból eredő cselekvés, ami a felsőbb én késztetése. Azaz, azért akarok-e írni az axemnek, mert félek, hogy ha nem teszem meg, eltávolodunk, és nem manifestálódik, hogy együtt legyünk? Vagy azért akarok írni neki, mert őszinte, tiszta szeretettel szeretnék kommunikálni vele, attól függetlenül, hogy lehet, hogy negatív reakciót kapok, ez esetben pedig nem inog meg a hitem, hanem tudom,
tudom azt, hogyha nem cselekszem erre a késztetésre, akkor sem szalasztottam el a lehetőséget, nem tettem tönkre a manifestációmat, ha negatívan reagált. Nem jelenti azt, hogy nem manifestálódik, amit szeretnék, mert a felsőbb énem végtelenül türelmes, és újra lehetőséget fog adni a cselekvésre. Tehát, ha ezt érzem a cselekvésre való késztetés közben, akkor kell cselekedni, ez az inspirált cselekvés. Ha azt érzem, hogy ha nem cselekszek, baj lesz, elszalasztok valamit, akkor pedig nem szabad cselekedni. Ennyit kell tudni. Vizsgáld meg, hogy milyen érzés van a cselekvésre való késztetés mögött, félelem vagy nyugalom, és tudni fogod, hogy kell-e cselekedned. Tehát ezt mindenképp ki akartam emelni, mert nagyon sok privát kliensem kérdezi meg, kifejezetten párkapcsolati témában, hogy akkor a cselekvéssel kapcsolatban mi a helyzet. Tehát összefoglalva, amikor a hang a fejedben negatív, vagy erőszakos, hangos, akkor az az ego hangja, aminek nem szabad teret adnunk. Ha pedig a hang a fejedben nyugodt, türelmes, lassú, csendes, az pedig a felsőbb élet hangja, aminek kell teret adnunk. Emlékezzetek rá, hogy az érzések lehetnek fordítottak, tehát igenis az inspirációt hangja, a felsőbb élet hangja fog félelmet generálni, hiszen az emberi elmédnek ijesztő kiállni a színpadra, ijesztő elmenni Amerikába, mondjuk, ha színész akarsz lenni. Ezek mind ijesztő dolgok az emberi létünknek. De az a lényeg, hogy a hang, ami mondja, az nyugodt, türelmes, csendes, vagy nem. Vagy hangos, erőszakos. Ugyanis ha hangos, erőszakos, akkor az ego hangja, ha pedig nem, ha nyugodt, türelmes, akkor a felsőbb élet hangja. És tudod, mindig tudni fogod, hogy melyikre kéne hallgatni. Itt a lehetőség, hogy elkezdj ezt szerint élni, és a felsőbb élet hangjára hallgatni. Jó? Rendben, kíváncsi vagyok, hogy van-e tapasztalatotok ezzel kapcsolatban, hogy halljátok az ego hangját, hogy halljátok például a felsőbb énetek hangját. Tehát én például az ego hangot azt mindig sokkal közelebbinek hallom, és a felsőbb én hangját azt valahogy így előről. Tehát ez mindenkinek teljesen más, hogy honnan hallod, vagy van-e tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy az egóra hallgattál, és megbántad, vagy a felsőbb énedre hallgattál, annak ellenére, hogy ijesztő volt, és milyen eredményt hozott. Tehát kíváncsi vagyok a tapasztalataitokra, valamint szeretném jelezni, hogy ebben a hónapban még most fogadok klienseket, lehet, hogy novemberben egyáltalán nem fogok, úgyhogy aki szeretne az jönni, az most itt van a lehetőség, és dolgozom olyan opciókon, hogy csoportos konzultáció, hogy több emberrel tudjak dolgozni, tehát például párkapcsolati témában, vagy pénztémában, és ezeket nem úgy kell elképzelni, hogy tehát abszolút lehet név nélkül, arc nélkül, ha valaki nem komfortos vele. Minden esetre mindegyikben lenne egy olyan szakasz, amíg én úgymond előadást tartok, tehát átbeszéljük az alapokat, és aztán lenne benne olyan feladat, olyan transzban elvégzett feladat, ami segít abban, hogy manifestálódjon az, amire vágyik az ember. Úgyhogy ezek várhatóak a jövőben, valamint szeretném azt is bevezetni, hogy a nagyobb online programjaimat egy kicsit személyesebbé tenni, tehát hogy jelen legyek. Tehát elképzelhető, hogy a következő hónapokban mondjuk a szerelem vagy a pénzzel kapcsolatos tanfolyamok adott időben úgymond live lesznek. Tehát megkapod majd az adott modult, de utána ott leszek jelen. Tehát mondjuk lesz egy Facebook csoport, ahol ott leszek és válaszolok kérdésekre, valamint lenne egy heti egyszeri mondjuk egy élő adás, amiben lehet kérdezni és válaszolok dolgokra. Tehát ezeken gondolkodtam, ha esetleg valaki támogatja, szívesen részt venni ezekben, azokat is szeretném kommentbe hallani, mert akkor látom, hogy van-e rá igény. Ugyanis iszonyú mennyiségű kliens szeretne velem dolgozni, egyszerűen megoldhatatlan, hogy napi ennyit vállaljak, hiszen akkor nem tudok más dolgozni, nem tudok videót csinálni, nem tudok egyéb kreatív dolgokat készíteni, viszont iszonyú sok anyag van a listámon, ami készülőben van, tehát hipnózis audiók is, valamint tanfolyamok, úgyhogy kérlek nyilvánítsatok véleményt, hogy tetszik-e ez az ötlet, jönnétek-e ilyen csoportos coachingra bármilyen témában egyébként, tehát hogy
akár meddőség témában, akár traumafeldolgozás témában. Kíváncsi vagyok, hogy mit szeretnétek, mire vagytok kíváncsiak, és aztán ennek megfelelően fognak a következő hónapokban alakulni nálam a coaching sessionök. Rendben? Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!